Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Maradjunk talán a tegeződésnél. Jó barátom vagy, és valahogy azt ígértem a tévénézőknek, hogy hát nem tudom, hogy megtudják, de mindenképpen arról beszélgetünk, hogy miként van esélyünk boldog kapcsolatban, akár házastársi kapcsolatban élni, legalábbis a keresztény szemlélet felől közelítve, de nem kizárólagosan. És abban egyeztünk ki továbbá, hogy valahol a test felől indítunk, hiszen ez egy olyan kérdés a kereszténység gondolat körén belül, ami talán egy picit problémás. De hát ígéretként mindenképp ott van, nem csak ígéretként, hanem valahogy feladatként is, ami valahogy úgy szólt, ugye, hogy a férfiak is szeressék feleségüket, mint saját testüket, hiszen leszünk ketten egy testé. Miről szól ez a történet? Hú, hát a boldogságtól még azért messze vagyunk, hogyha itt kezdjük. A teremtés történetnek ez a második változata az, ami a Mózes könyvében megjelenik, ahol mint egy folyamatként vázolja fel az emberi viszony. Minek a végén valahol ott van egy maradék nélküli kommunió, egy közösség. Mi döntések hosszú sorozatának eredményeképpen megizzadva, vagy egy ígéretképpen mégis ott lebeg. Ezzel szemben, vagy emellett ott van az első teremtés történet, ahol a folyamat mellett azt hiszem, hogy sokkal inkább egyfajta magyarázatát adja annak, amiről József Attila is beszél, hogy nem csak a vágy taszít oda, de a muszáj is. Amikor arról olvasunk, hogy megteremti Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára, és ez a kép, az ember képe nem más, mint az, hogy férfi és nő. Míg a testi léte, vagy a közös testnek a víziója, az egy folyamat, amit vagy elérünk, vagy nem, vagy annak az összes örömeit és nyűgeit magunkkal hozzuk, addig a másik azt hiszem, hogy egy reménységét is adja annak, hogy ez meg lehet. Mert valahol a teremtettségből adódóan másikra lelhetek, és a másikat megtalálhatom. Mikor Jézus a válás kapcsán faggatják őt, akkor ezt a két ószövetségi ige verset ezt egymás mellé csatolja, és azt hiszem, hogy nem csak arról beszél, hogy a válás morálisan elítélhető lenne, hanem arról, hogy az emberi kapcsolat viszont megélhető. És azt hiszem, hogy számomra akkor, amikor a saját életemet is kapcsolataimat próbálom megélni, akkor ez a fajta magyarázat inkább felszabadít, mint a másik, amelyik köt. Nyilván már csak azért is, mert hogy implikál egyfajta munkát, és beszélgetésünk elején erre utaltál, mint izzadság és mint feladat. Valószínű, hogy erre nehéz lenne konkrét javaslatokat, válaszokat megfogalmazni, hiszen ezek mindig partikuláris nyűgök, amikkel az embernek meg kell küzdeni, de óvatatlanul meg kell küzdeni, ez az, amit te állítasz. Igen, de én éppen azt próbálnám magam számára érthetővé tenni, hogy ahelyett, hogy arra néznék, hogy ez egy olyan emberi feladat, aminek a határait minduntalan érezzük, és éppen talán a párom teste és a párom éne háttértörténete lehet egyfajta határ, amit nehéz bevenni. Ehelyett inkább azt próbálja megnézni, hogy mi az, ami ennek a harcnak, vagy ennek a küzdelemnek, vagy ennek a szerelemnek a lehetőségét megadja. És ha a teremtés történet utáni bukás történettel kezdődő hosszú fejezetek és hosszú, az emberiség hosszú történetét nézem, akkor azt látom, hogy emberileg ez nem megy. Hát állandóan belebuknak mindenfajta spirituális és hitbeli elkötelezettségük ellenére a nagy királyok, vagy a nagy proféták, vagy a Isten elválasztott emberei valahogy belebuknak. A Bibliában nincs pozitív példa, sikeres. Számomra ettől hiteles, legalábbis az Ószövetség családképe az éppen a törékenységével tudja felmutatni azt, hogy valahol máshol kellene keresni azt a magyarázatot, ami tovább lendíthet. És én ezt a magyarázatot az Új Szövetség Jézus születésében vélem felfedezni, ahol megint egyfajta testélétel van, ahol megint bejön a test, ahol az Új Szövetség megint elkezd egy egészen másfajta, talán tágabb kontextusban beszélni arról,
mégiscsak lehetséges egy kapcsolat, és itt ez a kapcsolat éppen a testélet íge által adott. Ez hogy nem küzdelem, hanem ez egy felkínált lehetőség, amiért már valaki már megharcolta magát. És így már nem csak a házasság kérdése, és nem csak a párkapcsolatok kérdése válik számomra megmagyarázhatóvá, hanem az, hogy mindenki hozza a maga történetét, a maga családját, a maga közösségét. Akkor, amikor Pál apostol az egyházról beszél, akkor azt mondja, hogy egy test, külön tagokkal, amelyek egymáshoz valamilyen módon viszonyulnak. Nevetséges lenne, hogyha egymás létét megkérdőjeleznék, és egymáshoz való viszonyukat fölrúgnák. De éppen a fő, aki maga Krisztus, azt teszi lehetővé, azt, hogy ez a viszony ne csak élhető legyen, és nem muszáj, ne egy morális háttérből adódó kényszer, hanem egy öröm. És ugyanakkor nem hordozza most már önmagán a bűnösségnek azt a fajta terhét, amit ugye így kulturálisan valahogy minduntalan a keresztény test fogalmához csatoltunk. Nyilván nem hiába. Azt az én, amit te mondasz, akkor nem csak a párom testével kell szembesülnöm, hanem azzal a testszövettel, ami így valamilyen módon összeáll. Igen, a napokban Rejtő Jenőt olvastam az előretolt helyőrségben egy adott ponton, azt írja, hogy hát a kikötőkben azért eléggé ízléstelen dolog mások életének hátterét kutatni, mert mindenki onnan jön, ahonnan akar, illetve onnan elengedik. És azt hiszem, hogy ez kétségtelen, hogy akár a párkapcsolatainkat nézzük, akár az egymáshoz való viszonyunk lehetőségeit, akkor óhatatlanul szembe találjuk magunkat egy sokkal tágabb értelembe vett organizmussal, családdal, közösséggel, amelyel megint szembesülni kell, mint egy velem szembesülő vagy velem szemben fölállított határral, amely mégiscsak otthont teremthet nekem, és otthont szolgálhat azáltal, hogy érzem, hogy van valaki, aki emögött ott van, és garanciáját nyújtja annak, hogy ez boldog is lehet. Értem. Hát hogyha ezt le kéne kerekítenünk, hiszen a mi időnk is véges ebben a felállásban is, és visszacsatolnánk valahogy a boldoguláshoz, akkor te azt javasolod, hogy valahogy ebben a szövetben tájékozódjunk. Ricoeur mondja azt, hogy nincs olyan önmegértés, és nincs olyan megértés, amelyet valamilyen módon ne a jelek, a szimbólumok vagy a szövegek rendeznének. És keresztény emberként én nyilvánvalóan nem csak szakmámból adódóan keresem a szakrális szövegekben, az ígében, a testélet ígében is akár a saját életemre szóló magyarázatot, hanem ezt megélem. Hát maradjunk ennyiben. Köszönöm szépen, hogy befelelhettem. Én is köszönöm.